Útépítés, iskolafejlesztés, kórházfelújítás, mindegy milyen beruházással jött pénz az Uniótól 2007 és 2013 között, azaz úgynevezett EMIR rendszeren folyt keresztül, összesen több mint 12.000 milliárd forint. A rendszert egy magáncég, a Welt 2000 Kft. Működtette. Az Európai Bizottság nemrég lezárt vizsgálata megállapította, a magyar kormány szabálytalanul, nyílt pályázat nélkül bízta a munkát a magáncégre, ezért 18 milliárd forintot követelnek vissza. Ennyit adtak ugyanis a rendszer fejlesztésére. A szabálytalanságok szálai a Gyurcsány családhoz vezetnek. Budai Gyula korábbi elszámoltatási kormánybiztos szerint az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc és felesége Dobrev Klára felelőssége is felmerül, hiszen Dobrev Klára ebben az időben az uniós pénzek elosztásáért felelős hivatal elnök helyettese volt. Megszólítottunk két szereplőjét ennek az ügynek, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt, Dobrev Klárát, aki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyettese volt. Nekik ebben a kérdésben valamit most mondani kell a nyilvánosság részére. Itt tények vannak, ezeket a tényeket az Európai Bizottság vizsgálati jelentése tartalmazza. Kerestük Gyurcsány Ferencet és Dobrev Klárát is, de nem akartak nyilatkozni. A Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció képviselője szerint a pártelnök és a felesége nem érintett. Az akkori döntéshozókhoz is érintettekhez kell fordulni, ebben sem a DK, sem Gyurcsány Ferenc, sem Dobrev Klára nem érintett. Egyébként Dobrev Klára tudomásom szerint ilyen és hasonló mondatokért már polgári peres eljárást indított. Hogy szerinte kik az érintettek, Vadai Ágnestől hiába kérdeztük. A Fidesz alelnöke szerint nem kell sokáig keresni. Az egyik döntéshozó pontosan Dobrev Klára volt az Európai Uniós pénzek kapcsán. Korábban Dobrev Klára a Hír TV-nek azt mondta, minden rendben és szabályosan zajlott, ráadásul a vizsgálat nem is az ő hivatali idejét érintette. A vizsgálat az 2007 és 2008-ról szól, miközben én 2004-ig voltam a hivatalnak az elnök helyettese, és felügyeltem ennek az informatikai rendszernek a kialakítását. Az EMIR rendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatban korábban 8 vizsgálat is zajlott, ezek egyike sem állapított meg szabálytalanságot. Az Európai Bizottság mostani vizsgálatának megállapításaival kapcsolatban azonban a kormány azt közölte, ezekkel szemben már nincsenek érveik, és a 18 milliárd forintot vissza kell fizetni. A kormány szerint a 4-es metró építése körüli korrupciós ügyben várható bírság után ez a második legnagyobb összeg, amit vissza kell fizetni az uniónak.